Meseautó, Oscar, Kalucsni, Bob Herceg. Néhány darab, amelyek biztosították a sikeres évet a Móricz Zsigmond Színház társulatának. Az évértékelő rendezvényen Kovács Ferenc polgármester is részt vett, aki kiemelte, a színház és a hozzá kapcsolt intézmények szépen lassan egy kulturális negyeddé alakulnak a városlakók örömére. Megújult a szabadtéri színpad, a Bencs Villa, és hamarosan elkészül a volt Tiszti Klub felújítása is, ahová többek között egy éttermet terveznek, valamint oda költözik majd a jegypénztár is. Több olyan darab is volt az évadban, amely közönség kedvenc lett a nézőszámokat illetően. A meseautó mellett kiemelkedő volt az Oscar is, ami eredetileg kamara előadás volt, de nagy színpadra kellett vigyék, ahol szintén teltházas közönséget produkált. A szép számok azok mindig minősítik a színházat. Talán nekem a legfontosabb és amire a leginkább büszke vagyok, hogy az évadban a felnőtt bérleteseink száma 500-zal, a kamarát is beleszámítva több mint 600-zal emelkedett. De természetesen nagyon fontos az össznézőszámnak is az emelkedése, az éves szinten a 10%-os bevételemelkedés, és azt gondolom, hogy minden bérletfajtánk, bérletszünetes előadásunk jelentős emelkedést mutat. Ami egyben azt is jelenti, hogy közelítünk a kapacitás kihasználtságnak a végéhez. Egyre fogynak a lehetőségeink, ahova ezt tudnánk növelni. Bízom benne, hogy jövőre ez még sikerülni fog. A várakozáson felüli számok nem lettek volna elérhetőek jó színészek és jó darabok nélkül, hangzott el az évad zárón. A Móricz díjat idén Gulácsi Tamás kapta, de a színházi társulat által életre hívott Hátsó Színpad Alapítvány nevében is elismerik a kiemelkedő munkát, amelyet a színészek szavazatai alapján a háttérben dolgozó munkatárs kap. Idén például Kósáné Tóth Beáta, aki a Női Szabótár tárvezetője. A következő évad is remek előadásokat tartogat, ehhez a társulat egy új művészeti vezetőt kapott Horváth Illés személyében. Most az elmúlt egy hónapban azért most feltérképeződött számomra, hogy ez micsoda feladat. Tehát egyrészt óriási felelősség, másrészt, hogy milyen sok szegmense van ennek a munkának. Ezt nagyon sokan szerintem nem is tudják. A színészek közül biztos vagyok benne, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy ez bizony nem csak és kizárólag művészi feladványokat ad az embernek, hanem itt nagyon komoly logisztikai és szervezői munkát is el kell látni. És ez számomra is egy új élmény, úgyhogy igyekszem nem megrettenni ettől a feladattól, hanem ambicionál engem, és nagyon szeretném jól csinálni majd. Az évadzáró testületi ülésen Kirják Róbert ismertette a következő évad darabjait is. A nézők 5 nagy színpadi előadást láthatnak majd, de 4 premiért terveznek a Krúdi Kamarában is. A Delila című darab lesz például a Rózsakert szabadtéri színpad nyitó előadása, továbbá láthatják még a 9-től 5-ig, a Tanár úr kérem, a Várja még sötét lesz című előadásokat is, a gyerekeket pedig az 1001 éjszaka repítheti majd mesevilágba.